a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Gyulai Erkel Kulturális Központ szervezésében látogattak a minap a fürdővárosba Békés-megye több múzeumának munkatársai. A találkozó apropója az volt, hogy az érintettek megismerkedjenek azokkal a jó gyakorlatokkal, melyeket a gyulai szakemberek alkalmaznak annak érdekében, hogy az itteni kiállítások minél több embert érjenek el, és a kiállítóhelyeken eltöltött idő alatt a látogatók minél több élménnyel gazdagodjanak. Első körben az állandó, illetve a most átadott időszaki kiállításunk interaktív kiállítási elemeit kívánjuk nekik bemutatni. Egyrészt azért, mert ezek tényleg kuriózum számba menő, új ötleteken alapuló kiállítási elemek. És egy szakminapnak ez a lényege, hogy tanuljunk egymástól, igyekszünk bemutatni jó gyakorlatokat, mint ahogy szeretnénk beszélgetni velük, és mi is tapasztalatokat, illetve az általuk megismert jó gyakorlatokat is szeretnénk mi is begyűjteni. A szakmai nap mindkét fél, vagyis nem csak a vendégek, hanem a házigazdák számára is szolgált hasznos tapasztalatokkal, például a múzeum pedagógia tekintetében. Itt inkább múzeumpedagógiai programokra gondolok, hogyan lehet élővé tenni egy olyan történelem órát, ami nem a tanteremben van, iskolai környezetben, hanem múzeumban, műtárgyak mellett és műtárgymásolatok révén, hát valahogy a szokásostól eltérő ismeretanyagot tudjunk átadni. És azt hiszem, hogy a megyei múzeumok, akik szintén nagy repertoárral bírnak múzeumpedagógia terén, ebben fognak tudni nekünk is újat mutatni és mondani. A vendégek nem csak az Almási kastély állandó kiállítását nézték meg, hanem a Gyulai Múzeum 150 éves évfordulója kapcsán berendezett ideiglenes tárlatot is. Az eseményen szó esett az interaktív kiállítási elemek üzemeltetéséről és a Gyulai Múzeum pedagógiai programokról.